nagyon örültem ennek a meglepetésnek, mert ez nem volt beütemezve, ez a mai ebéd együtt a játékosokkal, a régiekkel, akik együtt játszottam. És nagyon jó érzés idejönni, mert a 21 év azért nem semmi, amit itt lila-fehér színbe eltöltöttem. És ez egy számomra egy nagyon nagy élmény, hogy újra visszajöhettem, együtt kicsit nosztalgiáztunk a fiúkkal, jókat röhögcséltünk. Ezúttal is megköszönném ezt a rendezvényt, hogy kellemes délutánt eltöltöttünk itt egymással, és ha ez a továbbiakban is fog folytatódni, jó leső érzés, hogy a régi játékosok úgy érzik, hogy megbecsülnek minket. Ami az első számomra, hogy az első bajnoki mérkőzésem, hogy a Dorog ellen a szezonnak a utolsó mérkőzése volt, mert utána bevonultunk katonának. Az egy nagyon emlékezetes mérkőzés számomra, mert akkor debütáltam, 18 évesen sikerült gólt rúgnom. Azon kívül hát természetesen a 8-3 a Fradi ellen, ugye az 5 gól, ami sikerült. És volt még egy igen fontos kupamérkőzés itt, amikor 5-2-re kikaptunk a belga bajnoktól, a FC Brüsszel, és 2 hétre rá itt a visszavágon 3-0-ra nyertünk, és akkor bejutottunk a 4 közé, és ott 2 gólt rúgtam a Brüsznek. És érdekes módon 11 év múlva kijutottam a belga bajnokságba, és az első bajnoki mérkőzésen 3-at rúgtam a Brüsznek. Úgyhogy tényleg ez a sorsnak a iróniája, hogy vannak ilyen véletlenek, ugye? Hát abban az időben nem hogy a külföldre nem lehetett menni a mi időnkben, hanem még az egyik csapatból, itt az országon belül a másik csapatba átmenni, még az is nagyon nagy nehézségekbe ütődött, ugye? Hát akkor egy-két játékossal erősített valamelyik, főleg fővárosi csapat, az egy, amit emlékszem, amikor a Sormosi Pici jött Diósgyőrből, vagy a Noskó Ernő jött a Izzóból, milyen nagy hatással volt, ugye, az Újpestnek a labdarúgó csapatára. És akkor már csak, amikor a Szűcs Lajos átment a Fradiból a Honvédba, ugye? Hát ezek mind olyan dolgok voltak, hogy egy-egy játékos így megváltoztatott klubot, akkor az már egy nagyon nagy szenzációnak számított. Abban az évben, abban az időben külföldre abszolút nem lehetett menni, mert volt egy szabály, ha kimentél engedő nélkül, akkor el voltál 2 évre tiltva, hogy tudod, senki nem kockáztatta meg. A Gyuri bácsi, a Szepesi szerette volna, hogyha elérném a 100-szoros válogatottságot, de viszont én annyira tiszteltem a Bozsik Cucut, én abban a varázsában nőttem föl, az aranycsapat varázsában nőttem föl. Én a magyar-angol 7-1-es mérkőzésen ott ültem a Népstadionban, lehettem 7 éves körülbelül. Én be voltam oltva a futballal az aranycsapatból, ugye? És nekem az egy legenda, egy idol volt a Bozsik Cucu, és ő volt 100-szor, és én 92, hát hova jövök én a 100-szoros válogatott, hol értem én azt el a közelébe, hova jövök Bozsik Cucunak, amit az ő tudása és amit ő elért. Mondtam a Gyuri bácsinak, hogy nagyon köszönöm, de én nem akarok többet válogatott lenni. Mert ez is minden várakozásomat felülmúlt, én sose gondoltam volna arra, hogy én valaha 92-szeres válogatott leszek. Kilencszer bajnokságot nyerni csapattal, hát a Görög Stiki, ez egy fenomenális játékos volt, karmester volt, csapatkapitány, élmény volt vele játszani.
a Beneferi, hát amilyen golzsák volt, amennyire egy tipikus, egy ideális megteszkesítője egy golzsáknak, ugye a Dunai Anti, aki termeténél fogva szemfüles, ragyogóan lefedezte a labdát, lehetett vele összjátékot játszani. Ők hárman főleg, ők voltak közel hozzám, ugye, mert hát csatárok voltunk mindnyájan. És hát azért nem tudom kihagyni, ugye a Zámbó Sanyit is, aki nagyon beletartozott ebbe a ötös fogadba. Mondjuk ő nem rúgott annyi gólt, de viszont nagyon nagy hasznára volt a csapatnak. Úgyhogy vele is nagyon jó volt játszani együtt. Két csapat jöhetett volna a számításba, ugye a válogatott, ami 15 éven keresztül volt a magyar válogatott, és az Újpest, ahol 21 évet játszottam. Nem jött össze, nagyon sajnálom, de csak főleg az bosszant engemet, mert én valahogy úgy vagyok, ha valamit csinálok, akkor akarom jól csinálni. De ha nem megy jól, akkor megállok és elmegyek egy másik irányba. Mert az nem ment, ugye? Hát ha ez alatt az idő alatt, amíg én nyugaton játszottam, és mindig arról beszéltünk, hogy a nyugat így, a nyugat úgy, a profik így, a profik úgy, hát amikor lett volna a lehetőség, hogy én ebbe belekóstoltam egy pár év után, ebbe a nyugati világba, lehetett volna profitálni belőle, hogy akár a válogatott, akár az újpesti edző legyek, mert nem mentek olyan jól a dolgok. Ha jól mennek a dolgok, azt mondom, rendben van, nincs szükség rá, mert nem kell, ha jól megy, akkor nem kell változtatni. De amikor nincsenek eredmények, és akkor van valaki, aki lerakott az asztalra olyat, amit nem sokan tudnak lerakni, hát körülnézek, hány sportágban van az, hogy a régi volt válogatott játékosok abban hagyták, utána ők lesznek szövetségi kapitányok, hogy a klubokban ők lesznek az edzők, ugye? Hát rengeteg ilyen példa van. Az én esetemben nem történt bele, most már lezártam ezt a témát, ezen túltettem magamat, sajnálom, volt lehetőség, nem sikerült, most már 72 leszek lassan, úgyhogy ez ennyi volt, ez az igazság, úgyhogy nagyon sajnálom, mert ha annyira jó mennének a dolgok, akkor én is örülnék neki, hogy jól mennek a dolgok, nincs rám szükség, rendben van, de hát nem úgy látom, hogy annyira jól mennének a dolgok. Ezt mondom, hogy ami a nagy erény volt a mi időnkben ennek a csapatnak, és ami miatt rengeteg edző nézők jöttek a mérkőzésekre, hogy mi a nyugati profi csapatokkal föl tudtuk venni a versenyt, majdnem, hogy pariba voltunk velük, ugye? Hát azért Juventus ellen 2-2, Bayern München ellen 1-1, a Celticet hazaküldtük 3-0, a Leeds Unitedot hazaküldtük, ugye? A belga bajnokot, a Benficát megvertük. Úgyhogy hát így mérkőzésre visszagondolva, hát megint csak ezt tudom mondani az én szempontomból, mert az nagyon fontos volt a belga bajnok ellen egy 5-2-es vereség után, a visszavágón itt, mert teltház volt 30 ezer ember itt Újpesten, és azért pont 3-0-ra tudtunk nyerni, amivel mentünk tovább a következő fordulóval. Az volt tulajdonképpen abban az időben a bajnokok tornája, ugye? És hát, hát ez egy nagy szám volt, az a mérkőzés, és jól is sikerült a szempontomból, meg hát 30 ezer néző volt kint Újpesten, hát ez a számomra, ez még mindig megmarad, és milyen érdekes az élet, pont egy idő után úgy alakult, hogy pont Belgiumban mentem.